Lép és indulj! Állj! Hátra az! Pajzsokat le! Az idei tábor keretmeséje a római birodalom világát idézte, a miskolci egri és szerencsi légionáriusok 4 altáborban vettek részt az egyhetes kiképzésen. A fiatalok minden rendelkezésükre álló nyersanyagot felhasználtak az építkezéshez, sátrat vertek, árkoltak, csajkafát, cipőtartót és szemetest készítettek az erdőben talált hulladékfából. A római légionáriusok egyenruhájában, pajzsal és karddal teknős alakzatban vonuló cserkészek harci felszereléseiket is maguk készítették. Megpróbáltunk olyan jelmezeket és olyan eszközöket készíteni odahaza a szülőkkel és a gyerekekkel, hogy egy kicsit emlékeztessen arra az időre, amik ezek a harcosok csináltak és tevékenykedtek. A második cserkészkerület Heves és Borsodabaui Zemplén megye 14 cserkész csapatából 6 közösség 175 fiatalja jött el a táborba. A cserkésztábor akkor attól cserkésztábor, hogy a természetben zajlik a táborozás, félnomád vagy nomád körülmények között, és igyekszünk minél inkább harmóniába kerülni a természettel. A résztvevő gyerekek közül sokan idén próbáztak először. A cserkész történetből, első segélyből, gyakorlati ismeretekből tett sikeres vizsga után letették a cserkész fogadalmat, és hivatalosan is a cserkész társadalom tagjaivá váltak.